tapasztalatok jelennek meg, és ami ugye volt nekünk a januárban egy téli sportágválasztó rendezvényünk, ahol a kutya fogathajtás megjelent, ott ugye egy betonos területen, itt most a kutyás sportoknak például több vágfaja is megjelenik, tehát az állatbarátok is találnak majd olyan sportágokat, amelyeket a kutyussal együtt is gyakorolhatnak. De hát tényleg nem szeretnék elhagyagolni természetesen az olimpiai nagymúltú sportágat is, hiszen ahogy látszik a térképen az atlétikától kezdve a birkózásig, a ötvusáig nagyon sokféle sportág jelenik meg. A Magyar Olimpiai Bizottság is megjelenik a helyszínen, és játékos aktivitásokkal várja a látogatókat. Maguk a szponzorok is olyan típusú megjelenésekkel gazdagítják a programot, ezt a fantasztikus kínálatot, ami szintén plusz élményeket adhat. Az Ekaton például különböző trambulinokat hoz majd a rendezvényre, és ezeket lehet kipróbálni. A MOL nem csak egy díjátadó, hanem egy MOL mászófallal is kedveskedik a gyerekeknek, úgyhogy mászófallat is ki lehet próbálni, de természetesen a Hegyi Sportmászó Szövetség is megjelenik majd sportági képviseletként ebben. És ugye van nekünk egy fantasztikus támogatók, az Aldi, aki a prezentáció szponzora ennek az eseménynek, és ő sem csak úgymond a pénzét adja a rendezvényhez, hanem olyan plusz installációkkal és olyan plusz programokkal gazdagítja a rendezvényt, ami azt gondolom, hogy külön értéket képvisel. Hiszen nagyon fontos számunkra a sport és az egészséges étkezés életmódnak az összekötése, és az Aldi kínálatában olyan széles spektrumban található ezek az élelmiszerek, amik akár éppen allergiások is bátran fogyaszthatnak, hogy ezt szeretné ott egy Aldi kóstoltató szigettel kommunikálni, hiszen egyre több sajnos az a család, akivel ezekkel az ételallergiás tünetekkel szembesülnie kell, és valamilyen megoldást találni erre, de emellett a mozgás és az étkezés összekapcsolásával egy Aldi fitness szigettel is jelentkezik. Béres Alexandra, aki az egészség nagykövete az Aldi egészségprogramjának, jelenik meg majd a rendezvényen, és egy közös bemelegítéssel kezdjük majd a pénteki megnyitót, úgyhogy már rögtön egy bemelegítő fitness mozgással indíthatjuk a napot. Lesz például egy Aldi tudásfolyosó, ahol különböző egészséges ételekkel kapcsolatos edukációs tartalmak jelennek meg, és játszásra is biztatják majd a gyerekeket vízkérdésekben. Egy pontgyűjtő füzettel kedveskedünk szombaton a látogatóknak, akik szintén az Aldi ajánlott fel hozzá olyan garantált nyereményeket, amelyek nyilván utána nem csak az élményeket, hanem már kézzelfogható ajándékokkal is haza térnek majd a gyermekek. És hát ugye amellett, hogy ugye említettük már, hogy fantasztikus lesz a sportági kínálat, fantasztikusak lesznek a szponzori kitelepülések. Ugye vannak a sportolók, akik azt mondjuk, hogy a hava tortán ennek a rendezvénynek, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan példaképekkel találkozzanak a gyerekek, akik már tényleg valódi értékeket tettek le az asztalra, és nem úgymond szelepként híresültek el a bulvár médiában, hanem olyan értékeket képviselnek, mint személyiségükkel, mint az elért eredményeikkel, az emberiességükkel és az erkölcsi tartásukkal, ami példaképet jelent. És nagyon sokszor ez tényleg meghatározó élmény egy gyermeknek, egy kézzel megfogni egy olyan olimpiai bajnokot, egy világbajnokot, akit csak legfeljebb a képernyőn látható, sőt még együtt is sportolni velük, hát ez fantasztikus élmény a gyerekeknek, és tényleg sokakat ez indít el bizonyos sportágban a sportolás útján. Csak pár nevet hadd említsek, de pontosítjuk folyamatosan majd a honlapon, hogy ki kellene találkozni. Ugye reményeink szerint Kis Gergely és Nagy Ákos megjelenik a vízilabda képviseletében, ott lesz Balzsai Károly, vagy már az említett hölgy Véres Alexandra, aki az Aldi egészség nagykövete, Kisteleki Dóra válogatott női vízilabdázó, Cseh László, Mohamed Daida, Mésző Kálmán is meglátogatja a rendezvényt, ugye a Pest megye labdarúgó szövetsége nagyon aktív részvevője lesz a sportági helyszíneknek, de a kajakjárosok is megjelennek természetesen, ugye Hajda Attila szombaton a díjátadón jelenik meg, de Kökény Rolandot, Sáfrán Mihályt is a rendezvényre vágyunk. És akkor picit fölpörgetve a sajtótájékoztatót, ugye ígértünk egy picit ütősebb csaptanóját ennek a sportág választó sajtótájékoztatónak, amely reméljük, hogy ugyanolyan nagy érdeklődéssel fogják kövezni majd a látogatók, mint itt ez a sajtótájékoztató. És akkor tisztelettel hadd köszöntsem itt az elsősorban ülő küzdősport krém megjelenő sportolókat, és hogyha megtennétek, hogy felálltok, hogy majd utána az egyéni riportokat szeretnék a sajtóképviselőt készíteni, akkor megtehessék ezt. Kocsis Edinát hadd köszöntsem elsőként, és egy tartsok is. Dud Barbarát, és minden a Jé Kandor kísérletében. Köszönjük a helyzetet.
most a világbajnokságon, Harcsa Norbert, ökörökség magyar bajnokságokban, pályázott kereszta, nagy Ákos sajnos én nem tudom, de Rehák György, magyarországi Muay Thai alapítója és szövetségi Tadiszi Márciál, karate kétszeres olimpiai és Kíva Zsuzsanna a karate képviseletében. Második helyet a világbajnoki bronzérmes karatésünk. Úgyhogy, és itt van egy olyan készülék, amit ide letelepítettünk a sajtótájékoztatóra, és próbáltuk a legbiztosabb kitámasztást adni neki. És itt köszöntjük a körünkben ennek a feltalálja Ferenci Tamás, aki a mérőműszer mellett van, ugye ő, akit említettem, az Endo Karate képviseletében, az Endo Budaörs esetben.